Tolna megyében találták meg harmadik Harald, az utolsó viking király ezüst pénzét. Az érmére a Várdomb közelében bukkant rá egy fémkereső, amikor is a 16. században kihalt Kesztölc mezőváros maradványait őrző lelőhelyen kutatott. A lelet a régészeket is meglepte, nem tudják biztosan, hogy a pénz hogyan kerülhetett ilyen messzire eredeti helyétől. Szerepel a képes kommunikában, hogy Salmon király nyilván a kíséretével, lovagokkal, egyházi vezetőkkel itt táborozott, tehát az ő kíséretében is nyilván megfordulhattak olyan emberek, akik jártak Skandináviába, vagy skandináv származásúak is lehettek. De van még legalább két lehetséges indok. Mégpedig, hogy a pénz egy kereskedő révén érkezett a térségbe, kezdőltön is áthaladt az a jelentős nemzetközi út, amelynek elődjét a rómaiak alakították ki a Duna mentén. Ezt nem csak királyok, hanem árusok, zarándokok és katonák is használták, akik közül bárki elhagyhatta az ezüstpénzt. További lehetőség, hogy harmadik harald uralkodása után, 40-50 évvel az akkori norvég király első szigurt keresztes hadjárata során került ide. Nagyon szűk van, van felírva, hogy Vizi úton mentek odafelé, viszont szárazföldön, Pannónián, tehát a Magyarország területén mentek vissza a szárazföldi úton Skandináviába. Na most, hogyha Magyarországot érintették, akkor szinte biztos, hogy itt a Dunamenti nagyúton mentek, ahol Kestőlc is feküdt. Simán lehet, hogy Kesztőlcön is megszálltak, és ott pottyant ki valakinek a zsebéből. Ugye 40 évvel a verése után ez még egy nyugodtan forgalomba lehetett ez az érmet. A régész elmondta, hogy a lelet pontos eredetéhez további vizsgálatokra és kutatásokra van még szükség.